A Józsa András Oktatókórház traumatológiáján közel 60-an dolgoznak, orvosok, szakdolgozók, ápolók és betegszállítók közösen, akik egy év alatt szinte a város lakosság számának megjegyező esettel találkoznak. Ezt Szondi Zita orvosigazgató mondta el a megye első válprotézis műtét előtti sajtótájékoztatón. A traumatológiai osztályunk a Szabolcs-Szatmár megyei kórházak és egyetemi oktatókórház magas progresszivitási szinten működő megyei traumatológiai ellátást biztosító osztálya. Az osztályunkon több mint 4000 fekvő beteget látunk el évente. Ez ettől több műtétet jelent, hiszen egy betegnél akár több beavatkozás is történik. És a traumatológiai ambulanciánkon, ami 0-24 órában fogadja a sérülteket, közel 80 000 beteg fordul meg egy évben. A sajtótájékoztatón bemutatták azt az eljárást, amely a megyében elsőként egyedülálló módon lesz képes a vállizület súlyos, krónikus fájdalommal járó betegségeinek kezelésére protézis beültetésével. Szabolcs-Szatmár megyében ez lesz az első vállizületi protézis beültetése, amit a mai napon tervezünk. A válprotézis, mint a felső is elmondta korábban, lehet alkalmazni egyrészt krónikus degeneratív megbetegedések kezelésére, valamint posztraumas állapotok javítására. Jelen esetben egy poszttraumás, tehát trauma köve után kialakuló súlyos vállizületi fájdalmat, mozgásbeszűkülés fogunk kezelni ezzel a típusú protézissel. A műtéthez Urbán Ferenc, a debreceni Kenézi Gyula Kórház traumatológiai és késsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa asszisztált. A Józsa András Oktatókórház főigazgatója elmondta, kiemelten fontos, hogy az intézmény jó kapcsolatot ápoljon más kórházakkal, és megosszák egymás közt a megszerzett tudást. Itt most a debreceni kórháza és debreceni egyetemmel tulajdonképpen nagyon jó kapcsolatot alakított ki a kórház. Szeretnénk ezt tovább mélyíteni, és ennek a egyik ilyen, hogy mondjam, hát megnyilvánulási formája az, hogy a válprotézist, amit már Debrecenben természetesen nagyon sokat csinálnak és végeztek, ott a mi kollégáinknak lehetősége nyúlt arra, hogy megtanulják, és most mintegy az első asszisztenciát elvégzésével egy Nyíregyházán is, illetve a megyével meg fog történni az első vállizületi protézis, ami egy nagyon nagy dolog, hisz nagyon sok betegnek fogunk segíteni. A Dorján Gusztáv hozzátette, fontos, hogy az újításokat és az új eljárásokat minden nagyobb számban elsajátítsák a kórház dolgozói, amelyhez az intézmény vezetői és a menedzsment is minden lehetőséget biztosít.